Ugyan az évadnak még nincs vége, hiszen csak évvége volt, de egy színház életében és működésében ez is egy szakasz lezárását jelenti. Ennek fényében értékelte a teátrum igazgatója Seregi Zoltán az elmúlt esztendőt a Csaba TV-nek. Végül sikeres éven vagyunk túl, gazdasági éven, hiszen a nézők közül biztos sokan nem tudják, hogy a gazdasági szempontból a színház ugyanúgy, mint minden intézmény vagy gazdasági szervezet, gazdasági évet csinál, tehát 2016-os gazdasági év, de az évad az viszont az egyik évben kezdődik szeptemberben, és véget ér a következő év júniusában, tehát ez egy ilyen furcsa kettősség. Gazdasági évet sikerrel vettük, nőtt a bérleteseink száma, sikeresek az előadásaink, 90%-os a látogatottság, úgyhogy tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy meg lehetünk elégedve, de soha sem lehetünk elégedettek. A nézőszámnak is vannak korlátai, ugyanis meghatározott számú nap van egy évadban, valamint a színház férőhelyei is végesek. Jó kihasználással viszont ez kissé növelni lehet, az nagy színház és a kamaraszínház darabjait összehangolva egy nap két előadást is tudnak tartani. Ezzel a megoldással januárban is erősen indult a teátrum. A Macska játékot a Sík Ferenc Kamaraszínházban mutattuk be, és a Balkán kobrával van egyeztetve, aminek most lesz a bemutatója, tehát ez tud párhuzamosan működni egymás mellett. A szerkezet, ugye a játék szerkezet az most olyan lett, hogy a felnőtt bérletbe betettünk két kamaraszínházi bemutatót, tudva levő, hogy a nagyszínház 400 férőhelye mellett a kamaraszínház 120 férőhelyes, tehát az, ami a nagyszínházban egy előadás, az a kamaraszínházban három. Így aztán fel tudjuk nyomni az előadás számot is. Az azt jelenti, hogy 34 vagy 35 előadás van a Mocskajátékból például, és ezt egyszerre nem tudtuk lejátszani, ketté kellett választani, és most jön a második adag Mocskajáték, ami azért is jó, mert sokszor ért bennünket az a vád, hogy ugye mi egyszerre szoktuk lejátszani a bérletes előadásokat egymás után, és egy hónap se telik bele, és már le is futott. Mire híre megy, addigra valaki lemarad róla. Igen, így viszont volt most három hónap szünet, vagy több is talán, tehát aki lemaradt volna a Macskajátékról, azt most bőven be tudja pótolni. A Seregi Zoltánnal készült interjút bővebben Kulturmix című magazinunkban láthatják.